Tisztelt Országgyűlés, Pócs János, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a földművelésügyi miniszterhez. Földadót akar az ellenzék címmel. Pócs János képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, nemrég fórumot hívott össze az LMP agrárügyekben illetékes politikusa, képviselőtársunk Sallai R. Benedek. A fórum sokat mondó címe Élet a Fidesz után volt, és az LMP vidék politikájába engedett bepillantást. Kapjunk hát képet mi is. Az ellenzék vidék politikai kiinduló pontja természetesen nem is lehetett más, mint a jelenlegi kormány intézkedésének rendszere, melynek erős kritikája nem maradhatott el. A fórumon résztvevők kellő hangulat megteremtése érdekében a képviselő úr igen sötét képet festett. Kivándorlás, elnéptelenő vidékkel, demográfiai katasztrófával, aránytalanul eloszló támogatásokkal. Viszont a mezőgazdaság teljesítményének stabil emelkedéséről, az egyes ágazatok számára nyújtott hathatós kormányzati segítségről, a nehezen kiharcolt rendkívüli mértékű EU-s vidékfejlesztési támogatásokról, vagy a vidéki emberek lehetőségét javító családtámogatási rendszerről nem sok szó esett. Sláger témaként viszont előkerült a Földet a gazdáknak program eredményeinek ellenzéki nézőpontú ismertetése, ahol Sallai R. Benedek képviselő úr megismételte azon nyilatkozatát, mely szerint a legutóbbi elárverezett 130 ezer hektár egyharmada fideszesekhez került. Tisztelt államtitkár úr, nem tudunk olyan árverésről, ahol pártszimpátiától függően mondjuk különböző színű narancssárga, vörös vagy zöld tárcsákat emelgettek volna a gazdák, és így meg lehetett volna állapítani, hogy mennyi földet nyertek egyes pártok támogatói. Azt viszont észleltük, hogy az árverések helyszínére beharangozott ellenzéki tüntetések jó részt elmaradtak, bizonyára azért, mert azokon pártállástól függetlenül el nem ítélhető módon mindenki részt kívánt venni. A fórumon számunkra a legtanulságosabb részlete azonban mindenképp az lehet, hogyan kívánja megoldani az ellenzék a meglehetősen szubjektíven tálalt vidéki problémákat az új ellenzéki vidékpolitika föld- és vagyonadó bevezetésén alapszik, melynek 100 hektár földtulajdon vagy 100 négyzetméter fölötti lakóingatlanok esetében kerülne kivetésre. Nem tudom, hogy az ilyen intézkedés milyen módon tudná jó irányba befolyásolni a vidéken élők helyzetét. Tisztelt államtitkár úr, hogyan látja és milyen intézkedésekkel kívánja a kormány segíteni a magyar vidék helyzetét? Milyen eredményei vannak a Földet a gazdáknak programnak? Hogyan értékeli a minisztérium a föld és a vagyonadó bevezetésének ellenzéki ötletét? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen. A válaszadásra megadom a szót Bitay Márton őrs államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. De valóban nagyon fontos kérdésre világított rá az interpellációjában. De ha megengedi, akkor egy pillanatra egyen hátrébb lépnék, hogy tulajdonképpen miért is van ez a Földet a gazdáknak program, és mit szeretnénk ezzel elérni. Ha jól látom az európai agrárgazdasági versenyt, akkor nagyjából két alapon nyugszik az agrárgazdaság sikeressége. Az egyik a földtulajdon, a másik pedig a források. Azt kell megteremteni, hogy ebben a versenyben a magyar családi gazdaságok is minél versenyképesebbek legyenek. Ezért én azt gondolom, hogy az kifejezetten helyes, hogy az előző kormányzati ciklusban meghirdetésre került a Földet a gazdáknak program, ami közel 290 ezer hektár állami termőföldet adott haszonbérbe, és én azt gondolom, hogy az helyes, hogy megkezdtük az állami tulajdonú szántóterületeknek az értékesítését, amelyen családi gazdaságok egy nyilvános árverés keretében vásárolhatnak. Tehát egyrésztről van a tulajdon, ami nagyon fontos a versenyképesség szempontjából, másrésztről vannak a források. Itt jellemzően Európai Uniós forrásokról és hazai forrásokról beszélünk, de ez egy másik tárcának a szakterülete. Mi azon állunk, azon a biztos elképzelésen állunk, hogy a családi gazdaságoknak termőföld tulajdont kell adni a versenyképességük érdekében.
De ezt képest mit ajánl az ellenzék? Azt halljuk folyamatosan, hogy nem jó ez a tulajdon, és sokkal jobb lenne, hogyha az állam nem eladna, sőt, amit eladott, az ellenzék ígéretei szerint még vissza is szeretnék venni. Hát szeretném kérdezni, hogy az kinek jó? A családi gazdaságoknak biztos, hogy nem, vagy a magyar agrár gazdaságnak sem jó az, hogyha folyamatosan növelném az állami szántóföld vagyont, pláne olyan vagyont terére, amit egyébként már egyszer tulajdonba adtunk. Nagyon érdekes lenne az a átgondolás is, hogy inkább bérletet adjunk a családi gazdaságoknak. Én azt mondom, vannak erre lehetőségek, vannak olyan területek, ahol valóban mondjuk védett természetű területek vonatkozásában nem indokolt, és nem is teszik lehetővé törvények azt, hogy magántulajdonba kerüljön, de a szántóföldek vonatkozásában erre sem társadalompolitikai, sem agrárgazdasági ok nincsen. És azt pedig végképp kíváncsian várnám, hogy melyik az a cél, amit megvalósítana egy földadó bevezetése. Kinek kedvez az, amit az ellenzék szeretne, vagy legalábbis, ha jól hallottam, az LMP szeretne, hogy valamilyen földadó bevezetése kerüljön. Miben segíti ezt az agrárgazdálkodókat, miben segíti a családi gazdaságokat, miben segíti a versenyképességét ezeknek a gazdaságoknak. Az pedig szintén egy érdekes kérdés, hogy miért pont 100 hektárban? Tehát melyik az a szakmai elképzelés, ami alapján oda szeretnének visszatérni, hogy bármilyen szinten meghúzzunk ilyen adó bevezetési elképzeléseket, őrületeket. Miért gondolnám én azt, hogy mondjuk egy szántóföldi kukoricatermesztésnél, pláne egy nehezebb adottságú területeknél 100 hektár után bárkinek bármilyen adót kellene, plusz földadót bevezetni. Ez teljesen szembe megy mindenféle tulajdoni, illetőleg agrárgazdasági logikával. Ráadásul nem is jelentene ez semmilyen előrelépést, legalábbis én azt gondolom, hogy a családi gazdaságok számára semmiképpen sem. És nagyon érdekes, hogy amikor ők pályáznak, amikor ők próbálnak termőföld használathoz jutni, az említett képviselő úr is szerencsés nyertese érdekeltségeivel a földet a gazdáknak programban, akkor nem kerül elő ez a kérdés, hogy bármilyen adót, földadót kivessenek. Szeretnék kitérni arra is egyébként, amit a statisztikák, hogy egyharmad fideszes nyert vagy nem. A Jobbik teljesen más számot mond, az LMP teljesen más számot mond, én is szeretnék mondani egy számot, több mint 8000 családi gazda vásárolt már a földértékesítési programban, az átlagos vásárlások pedig körülbelül olyan 30 hektár körül vannak, amit megvásároltak. Magyarországon a földprogram jó, a kormány nevében pedig szeretném visszautasítani minden olyan ellenzéki elképzelést, ami földadót szeretne bevezetni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, Bitai államtitkár úr. Kérdezem, Pócs képviselő, hát elfogadja az államtitkári választ. Köszönöm szépen, államtitkár úr, a válaszát elfogadom. Láthatjuk a témából adódóan is, hogy mi lenne, ha az ellenzék ezen belül az LMP kormányra kerülne, a szénát lapátolnák, a trágyát aszfaltra borítanák, a gazdákat megadóztatnák, és láthatjuk, hogy lenne más az irítség. Az agráriumnak lenne két ellensége, az időjárás és az LMP. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, Pócs képviselő úr!